Szigorú leszek, és kíméletlen. Üdv mindenkinek! Hú, micsoda időjárás van! Na, majd nyitni fogunk a sznopság felé, és itt is van Monsieur Patrick, ő fensége a borlovagja. A Jurat de Saint-Emilion de l'Aquitaine borlovagrend heroldja. Sikerült végigmondanunk. Éj, ott egy ló. Na mindegy. Tehát ezekről a borokról osztja meg vaskos véleményét. Monsieur Patrick elárulta, hogy a fő missziója a borkultúra fejlesztése és a jó bor dicsérete. Na csapjunk bele, átadom a szót a Monsieur-nek. Mandulás zöld almás illat, amely vulkanikus talajból származó ásványiassággal egészül ki. Hát ez nem hangzik túl jól, vagy igen? A teli kortyot hosszú lecsengés és krémes textúra jellemzi. Üde, reduktív, gyöngyöző fehérbor, aha, gyümölcsetteli illat, ízvilág. A kísérletezés szabadságát követve kíváncsi voltam, mit rejt a szöllő, héjába zárt, lédus hús. A válasz ebben a fehérborban van. Azt illatában és ízében fiatalon vadvirág, friss és kandírozott gyümölcsök, eme trópusi jegyek és egzotikus fűszerek felfedezésére csábít. Most akkor a borról beszélt? Játékosan fűszerezett illat, nem túl nehéz, karakteres ízkép jellemzi. Eme nedük, légiességükkel. Oké, értjük. Na jól van, ennyi volt mára. Ahogy kivettem, szerintem finomak ezek a borok, és én búcsúzom. Úgyhogy sziasztok!